Sziasztok! Ma egy érdekes endurót hoztunk ide Pilisjévre, hogy megnézzük, hogy van-e egyáltalán hard enduróban élet az EXC300-on túl. Igazából, aki szereti az igazán kemény, nyektetős, nagyon lassú, nagyon nehéz enduró terepeket, és szeretne valami KTM-en kívüli dologra ráülni, ami ebben jó, akkor valószínűleg az első szóba jöhető dolog az egy EC300-as lesz. Több oka is van ennek. Az egyik oka az, hogy ez a fajta EC300-es modell, ez egy nagyon régóta a magyar piacon is azért valamilyen formában jelenlévő motor, tehát már 2005-ben, 2006-ban elég sok ember mászkált EC300-as gázgázzal, míg a többi 300-assal, mondjuk Sherco vagy egyéb 300-asokkal azért nagyon keveset találkoztunk. Ami még érdekesebb a motorban, hogy nagyon ős blokkja van. Ez az ős blokk, ez annyira jól sikerült valamikor 2000-es évek elején a gazgász mérnökeinek, hogy azóta nem sokat nyúltak hozzá. Hogyha ránézünk a motor fő tömbjére, akkor ugyanezt a tömböt láthatjuk egy 2003-as, 2002-es gázgászon is. Néhány komponens nyilván egy picit mindig változott rajta, picit mindig finomadtak rajta dolgok, de maga az alapszerkezet, a furatlöket arány, a hajtókarnak a fajtája, az összes csapágyazás, kuplum, mind teljesen ugyanaz ezeken a régebbi gázgászokon. Mit is kell tudni még erről a gázgászról? A gázgász előre általában marzocsi teleszkópokat szokott használni, ebben is egy marzocsi van, ne tévesszem meg senkit az önlinz feliratt. Ez az egyik legjobb ebben a szériában lévő, régebbi szériák között lévő első teleszkóp. Ez egy elég jól hangolt, ilyen endúrósra, puhára, lágyra puhított, butított teleszkóp, ami igazán jó endúrozni. Maga a motor felépítése az egy EXC300-hoz nagyon-nagyon hasonló felépítésű motor, súlyra, méretekre eléggé hasonlít rá. Annyi, hogy egy picit, hogyha lehetne így jellemezni, talán a triál irányban van egy picit eltolva az EXC300-hoz képest, mind lábtartó pozícióba, ülés pozícióba és egyéb dolgokba, még jobban ebbe a cammogós, lassú endurózásnak megfelelően vannak ezek beállítva, mert ez a motor igazából erre jó. Egy másik megosztó dolog, ami sokáig így keringett a gázgászról, vagy sokan nem tudták hova kategorizálni, hogy mennyire tartós is egy ilyen gázgász, mennyire jól van ezt kitalálva. A gázgász a EXC300-hoz képest legalább ugyanolyan tartós, hanem akár még bizonyos szempontból tartósabb is lehet. Nyilván ez a gaznehettől függ, hogy mennyire ápolja, mennyire figyel oda pár alap dologra, de semmilyen olyan komoly típus hibája nincs, amivel a vásárlónak állandóan küzdenie kell, hogy váltó problémák, vagy semmi, minden működik rajta, megy, világ végéig el lehet vele kotyorászni, nyilván az alap dolgokra figyelme. Nekem amúgy ismerős a gázgáz feeling, én a KTM SX450-esem után egyből egy gázgáz 2006-osra ültem rá, ami egy érdekes évjárat volt, sokan a 2006-os gázgáz tartják az egyik legjobb évjáratnak, az volt a legpuhább, legbutább motor karakterisztikájú, ami tényleg ilyen barátságos volt, nem akart befulladni, és rendkívül tartós volt. Például nekem a 2006-os gázgázomba, amit jó 6 vagy 7 éven keresztül azért elég rendesen használtam, és elég komoly túrákon voltam, eredeti kuplungtárcsákkal ment végig az egész. Egy nagyon strapabíró kuplungja volt egyébként annak a gazgásznak mindig is. Amire ma igazán kíváncsi leszek, hogy tényleg azt a lassú, nehéz, technikás, feljárós dolgot, amiben ugye az EXC300 kvázi verhetetlennek tűnik, tudja ez a motor, lehet-e vele olyan jó betapasztásokat csinálni, olyan jó átfordulásokat, mert azt tudjuk, hogy ez a futómű, ez a vázgeometria, ez nem feltétlenül gyors és pörgős endurocrossra hangolt geometria, viszont ezt kíváncsi leszek, hogy...
Eddig ezt nem sok kedvem volt megcsinálni még más motorral, mint az én DRM-mel, amit ugye nyilván mindennél jobban ismerek, meg szereti is az ilyeneket, de hát hihetetlen jól veszi ezeket a kis megrúgatásokat, visszatapasztásokat, össze-vissza forgatom, ahogy akarom, mint egy ízé grillcsirkét. Nagyon jó. Tetszik. És elég jól el lehet boldogulni vele, ez egy barátságos, megbocsájtó gépezet. Nem mondom, hogy nem érzed a legfürgébbnek és fittebbnek a dolgot, tehát nem érzed úgy, hogy ez aztán nagyon akarja, és nagyon megy, és nagyon szalad, viszont az összes jó indulat, ami csak motorba szorulhat ilyen extrémen és kétütemű, az ebben benne van. Ha rácsövelek, akkor se szabadul el annyira a pokol, mint mondjuk egy régebbi 2004-es, mondjuk a Bencének az EXC-jén, és alul ez a lefullaszthatatlan, jól adagolható motorerő, ez igencsak jól jön ilyenkor. Mozgásilag egy teljesen átlagos, kiegyensúlyozott motor az én amatőr szintemen. Nyilván egy versenyzőnek azt gondolom, aki tényleg veretni akarna ezen a pályán, ott annyira nem lenne jó. Picit orrnehéznek érzem, tehát nem nagyon akar egy kerékre állni, ami sok esetben egyébként jól is jön. Azért szórakozok itt ezen a meredek részen, mert ha valamire igazán jó ez a gáz-gáz, akkor az tényleg az ez, hogy így alapjárat környékén tapaszgatod, kínozgatod, nyomogatod, visszagurulsz, elkaparsz, meg minden. Most egyébként eljutottunk a kuplungjának a határáig, most már ez a harmadik ilyen hülyéskedés vele. Nem tudom, milyen az olaj benne, hogy mi az oka, egy kicsit most benyekkedett a kuplungja, ami szokott lenni. Olyan is, ha nagyon sokáig kínzod, hogy annyira elgörbülnek benne a lapok, hogy bedagad, inkább elgörbül, hogy hiába húzod be a kuplungot, megy a motor, és bukik rád, el lehet juttatni ezt a gázgázt idáig, de főképp azért, mert nem fullad be. Mire idáig szétkuplungolsz egy másik motort ilyen alacsony fordulaton, addig biztos ötször lepöffented.
Ugye berugós, ezen nincs berugó indító, de ezek általában elég jól indulnak. Ezek az ember keres egy pici kis placot, ahol éppen meg tudja akasztani. Mondjuk kb. Itt. De általában be lehet köcsíteni. De az nem ennyire. Na jó, hát nem ültem, azt indulat van bele, ez nem akar kiugrani alól, ez olyan, mint a TPI, hogy úgy nem fullad le, de, és hülyeséget se csinál. Semmi jött ilyen felhasználó barát. Most is így elbénázgatom, össze-vissza kuplungolom, 48-ra kidobom rá a kuplungot, és nem ugrik ki, nem fullad le, már leesek róla, de ez még mindig jól csinálja a dolgát valahogy. Segít ez a motor egyébként. Nem ellened van, veled van. Azt hiszem a Baki Parádénak most komoly kis epizódjait veszük föl. Mondom, váltok egyet, de persze hol? Itt az utolsó pillanatban azt sem tudtam, hogy milyen a fordulat szemek. Nagyon gázolt. Hát ez most egy ilyen nem találtam még el, nézzük. Láttad volna a fejedet? Jó! Jó volt, ezt most nagyon szépen kiadta egyébként. Végig ebben a nyuszi fokozatban vagyok, vagy a gyengébben. Szerintem ez teszi az egészet szórakoztató. Mármint a nyuszi fokozat az erősebb. Akkor a teknős békába. Tehát a gyengébb fokozatban vagyok végig. Így egészen poweren is, magas fordulaton is egészen kezelhető az ereje. Nem sokkal könnyebb vele, mint mondjuk egy ilyen megbolondult 2004-es EXC-vel, utalok megint a Bence motorjára. De ennél azért a négy üteműekkel ezt nyilván könnyebb csinálni, mint ahogy mondani is szoktam. Itt azért a poweren eltalálni a gázt, hogy mekkora legyen, de így is ez egy jó indulatú dolog még poweren is. Azért volt ez a sok bénáskodás, mert nem tudom, hogy majd lehet, hogy elrakjuk a Baki Paládéra. Volt két olyan ugratásom, hogy hűha. Nem volt egyébként vészes, mindig kimozogható volt még, de azért elég furán nézhettek ki oldalról, látva így Bence fejét. Nem adja ki ennek a váltókiosztása pont most ezt az ugratást. Kettesben nagyon már a végére kell pörgetni, hármasba meg végképp nem jön ki, akkor meg a kuplunggal kell rábíztatni, hogy elpattanjon a hosszú ugrónál. Ezért volt ez a bénáskodás, de most már nagyjából belőttem a dolgot. Na nézzük ezt a köridőt, ami ugye nem egy hivatalos mérés, de mégis ad valami kis képet arról, hogy milyen, hogyha sietni kell. Nem érzem lassulnak a motort egyébként annak ellenére, hogy nyilván nem ez az ő igazi hazája talán, de nekem valahogy ez a régi fajta motorokra emlékeztető vázgeometria, meg amúgy is ennek az egésznek a fordulékonysága, ez az én
tapasztalataimhoz passzol, ezért szerintem jó lesz a küldeje. A futami beállítás az meglehetősen jó volt, nem volt olyan kirívóan rossz, se jó se. Egy átlagosan beállított ilyen 300-as futómű, amivel azért lehet haladni, ha az ember bírja kondival. Ami tetszik nekem, hogy megint még mindig ebbe a felhőcskés, gyengébb teljesítmény görbén hagytam a gyújtást, és itt tényleg az van, amit inkább a négyütemű kisebb köpcentis endurókon éreztem, például a Beta 350-esen, hogy rá lehet tenni rendes tüzeket, rá lehet tenni rendes gázokat, és nem történnek olyan dolgok, hogy hújújúj, el kell venni, alig bírod magad összeszedni, mert olyan dolgok történtek, amiket nem tud kontrollálni egy magamfajta az ember. Tehát igazából ez a része is inkább ilyen, azt mondom, hogy kezdőbarát. Fordulékonyság az nem a legszuperebb, de azért bele lehet tenni ezekbe a kis kanyarokba is. No, ilyesmiket szoktunk gyakorolni a tréningen is, hogy ha megállunk, akkor lefulladunk, vagy direkt, vagy véletlenül, hogy lehet elindulni akár egy berugós motorra, hova kell terhelni induláskor, hogy megtaláljuk azt a megfelelő pozíciót, ahol nem is emeli ki az orrát, meg azért tapadás is van. Kis motoros tréningek lejemelhetőleg márciusban, mert indulnak újra, és akkor majd küzdünk az elemekkel. Na nézzük, hogy is lehet ezt itt befötszinteni. Ez a motor, azt hiszem, hogy sok minden nem is kell talán mondani, mert ez a mai nap ez úgy fogja adni, hogy ez a motor miben jó, hogy szerintem ezt nem kell mondjam. Ebbe a lassú, átpakolós, elejét emelgetős, pumpálgatós, nehéz endurós részbe ennek párja nincs. Ennek vannak nyilván ódiumai, hogy nem egy fürge motorról van szó, picit ilyet emiatt ilyen lomhábbnak érzed, nyúlékonynak érzed, de ezek abban a szegmensben mind-mind jól jönnek. Én azt gondolom, hogy ez alul, a gyengébb fokozatban, power alatt, ez egy annyira barátságos dolog, hogy simán rá lehet ültetni valakit egy DT-105-ről, és olyanokat fog vele endúrozni, ha nem nyit ki a power. Ha a power kinyit, akkor sem annyira súlyos az eset, mint mondjuk egy ilyen tuningosabb, újabb EXC-nél, vagy valamilyen. Tehát azt mondom, hogy ha valaki ezt a szegmenst keresi, amit most ma csináltunk, ezt meg fogja találni ebben a motorban, ha kezdő, ha haladó még lehet, hogy akkor is ebben az igazi extrémes dologban. Ha versenyzésről lenne szó, tehát ahol tényleg fontos a fordulékonyság, a gyors, nagy tempós dolgok, ott nem hiszem, hogy ez lenne a nyerő, mert egy kicsit ez olyan lustább, olyan kis barátságosabb motorról van szó. Nekem nagyon tetszik, én azt mondom, hogy ha van Rambo motor, akkor ez az. Ezzel aztán lehet zúzni mindenhol föl lehet kínozni, nyektetni, mindent kibír, és alád dolgozik. Ez a motor veled van, és nem ellened. Iratkozzatok fel a csatornánkra, Légy szíves, ne felejtkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra is, hogy egy kicsit bővülhessünk ott is. Jó jönne egy-két like, vagy mi az Isten van. Ez most ő nélkül. Ha tetszenek ezek a videók, nyomjatok egy feliratkozást a YouTube csatornánkra is. Köszi, szevasztok!